Természetesen volt nekünk a legelején, hát pontosabban az első fél órában egy nagyszerű kantaindítás, és ahogy már láttuk, elemeztük is, Lázok csodálatosan rúgta be a hosszúkat. Csak a gólt láthatjuk most, de ugye eddig már azért lefutott 3-4 igen veszélyes és tetszetős támadás. Kifejezetten jól futballoztak az első fél időben. Itt azt hihettük, hogy ugye, ahogy Kanta József is mondta, talán még egy gólt be lehetett volna rúgni, vagy a második fél időben megduplázni az előnyt, tehát ehelyett egyenlítés alaphangját. Igen, ez ugye a kiállítás utáni pillanatok. Gyakorlatilag itt jön majd az egyenlítő gól. Itt beragadt a védelem, mert nagyon jó megoldást választott a szlovák játékost, aki egyből visszalöbbölte a védelem mögé a labdát. Blackburn nem volt lesen, az teljesen egyértelmű, ezt láttuk lassításban is. Egyébként ami 2 perccel ezelőtt történt, az a kezezés. Hát az örök vita téma lesz, hogy mindenképpen el lehet mondani, hogy nem volt szándékos kezezés, de kéz volt, ugye mondjuk Kánoki Kis Dávidnak arra nem volt idő, hogy hátra tegye a kezét, hogy védekező állásba felvegye a védekező pozíciót, és tényleg úgy tűnt, mintha rárúgták volna, itt látszik, hogy nem lesz a... Itt úgy tűnt egyébként az első negyed órában, ez ugye nagyon jó megoldás. Nagyon szép ellentétes mozgású akció volt. Szóval, hogy mintha egy picit az öltözőben maradt volna az MTK, hogy látod? Igen, azt hozzátartozik az igazsághoz, hogy az első negyed óra abszolút, hogyha azt mondjuk, hogy az első fél az MTK-jé voltak, azt is el kell mondani, az első, a másik fél, de első negyed órája pedig mindenképpen a szemcájé volt. Hát ezt pedig meg lehet köszönni, ez ennyire legyünk tényleg korrektek, hogy vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ez nem volt 11-es, akkor inkább így mondanám. És Kanta nagyon biztosan akarta rúgni, ugye hát gyakorlatilag megnyerte már a párbajt, a kapus ugye eldőlt az egyik irányba. Kanta Józsi számtalan 11-es rúgott, és nagyon kifejezetten jobb büntető végrehajtó.